A képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta az idei évre szóló rendezvények terveit. Filóni Ferenc Ibolya polgármester azt mondta, rendkívül színes évvel néz Bonyhád város. Nem csak önmagában az önkormányzat programjait gyűjtjük ilyenkor egy csokorba, hanem januártól egészen december végéig valamennyi itt működő civil és sportszervezet és egyéb és az intézményeinknek a tervezett programjait fésüljük egybe a város rendszeres programjai közé, a nemzeti ünnep, illetve akár a fesztiválok közé, és így idén is elmondhatjuk, hogy egy nagyon gazdag, nagyon színes programsorozat állt elő. Bízom benne, hogy mindegyik sikeres lesz, és meg tudjuk valósítani. Második alkalommal kerül sor a szerződés módosítására, az élelmiszer árak közismert emelkedése miatt kérte a szolgáltató, hogy egy rendkívüli árindexálást vezessünk még le 20%-os mértékben. Ezzel a hozzászólással indította a legtöbbeket érintő napirendi pont tárgyalását Filczinger Ágnes Bonyhád városi edzője. A közétkeztetés biztosító gazdasági társaság már nem tudta a régi áron előállítani a fejadagokat, ezért kerül sor az elfogadott áremelésre. A KSH által kimutatott emelkedés ezen a területen mintegy 40%, azonban a szolgáltatóval történt megegyezést követően 20%-os emelkedésre kerül sor a térítési díjakban, illetve a szolgáltató felé fizetendő díjakban is. De ez azt jelenti, hogy a gondozási központban fizetendő eddigi 1000 forintos térítési díjak 1200 forintra emelkednek.